a tech felvétele látható most a monitoron. Ők voltak azok, akik segítségünkre voltak a székesfehérvári elfogásoknál. Ezek a felvételek abban a székesfehérvári házban készültek, ahol egy férfit és egy nőt fogtak el a rendőrök. Ebben az ingatlanban és a szépségszalonban találták meg az országos akcióban lefoglalt kábítószer mennyiség jelentős részét. A székesfehérvári helyszínen egyébként több gépkocsit is lefoglaltunk, ahogy a felvételen is lehet látni. Ezeket az autókat használták egyébként az elkövetők arra, hogy Hollandiából behozzák a drogot, tehát ezt használták a csempészéshez. És a Nemzeti Nyomozóiroda szóvivője hozzátette, nagy mennyiségű kábítószer előállításához alkalmas szereket foglaltak le városunkban, valamint készpénzt és a csempészéshez használt autókat is itt találták meg. A székesfehérvári helyszínen kollégáim nagy mennyiségben foglaltak le kábítószert, különböző típusúakat, illetőleg természetesen olyan különböző vegyületeket is, amiket az amfetamin olaj felütéséhez, vagyis ahhoz használtak, hogy már fogyasztható és egyébként kereskedelembe szánt kábítószert állítsanak belőle elő. És itt a fehérvári helyszínen foglalták le azokat a gépkocsikat is, amiket a drogcsempészéshez használt ez a bűnbanda. A holland alapanyagokból hazánkban előállított kábítószerekkel kereskedő bűnbandára még az ünnepek előtt csapott le a Készenréti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A 8 gyanúsítottból 6-an letartóztatásban vannak. Egyikük annak a P. Zoltánnak a fia, aki másfél évvel ezelőtt Európa egyik legkeresettebb bűnözője volt. A P. család nem ismeretlen a rendőrség számára, hiszen idősebb P. Zoltán több évig Európa egyik legkeresettebb bűnözője volt. Felkerült az EU Most Wanted oldalra, illetőleg az Interpolnak a körözött listájára is. Ő volt az, akit egyébként a Nemzeti Nyomozóiroda célkörözési egységének a segítségével sikerült aztán 2022. májusában Lengyelországban, Kepno városában elfogni. Egyébként a bűnlancstrománban lopás, súlyos testi sértés, illetőleg fegyveres rablás, de egyébként még emberölés is. A P. család így nem először került a rendőrség látókörébe. A gyanú szerint a már elfogott férfi fia vezette a kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnbandát. A drogdíler csapat 2022. szeptembere óta hozott be Hollandiából hazánkba amfetaminolajat, amiből aztán ifja P. Zoltán anyjának otthonában különböző anyagok felhasználásával amfetamint állítottak elő, majd azt tovább értékesítették. Az illegális drogbizniszben a gyanú alapján részt vett az anyán és a fián kívül a férfi felesége, nővére és sógora is, valamint egy másik család három tagja. Itt vezettek a szálak Fehérvárra, a testvérpár egyik tagja és annak élettársa dolgozott városunkban. Bár az elfogások az ország több nagyvárosában egy időben történtek, a TEK segítségét csak városunkban kérte az NNI. A székesfehérvári helyszínen volt jelen a terrorelhárítási központ műveleti egysége, tekintettel arra, hogy az egyik kiemelt helyszínről volt szó, és dinamikus behatolásra volt szükség, éppen ebből kifolyólag kérte fel a Nemzeti Nyomozóiroda a TEK munkatársainak a segítségét. A bűnbanda tagjai egymással internetes csevegő oldalakon kommunikáltak. A hálózatban mindenkinek meghatározták a szerepét. Voltak, akik Hollandiából hozták haza autóval a kábítószert, aztán azok, akik a deponálásban segédkeztek, mások előállították az amfetamint, egyesek pedig értékesítették ezeket a dílereknek. A lefoglalt tárgyak között volt egy olyan 5 literes kanna is, amiben amfetaminolajat tároltak. A reális számítások szerint a fekete piacon 1 liter amfetaminolajból hozzávetőleg 3 kg amfetamin állítható elő, így alsó hangon számolva is több mint 15 kg kábítószer tudtak volna ezen alapanyagokból előállítani, de ennek többszöröse sem kizárt.